nagy böjt, ez a húsvétot megelőző 40 napként szoktuk emlegetni. A húsvét a legnagyobb keresztény ünnep. Erre van egy előkészületi időszak, ez a bizonyos 40 nap, és aztán utána van egy 50 napos ünneplés, a húsvéti időszak. A nagy böjt a hamvazó szerdán kezdődik, és a húsvétig tart. Ez egy mozgó ünnep, ugye, ami a húsvéttal együtt mozog, mert ugye a húsvét a tavaszi napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnap. Ehhez képest számolunk vissza 6 hetet, plusz a nagy böjtnek az eleje a hamvazó szerdától, mert a vasárnapi napok leszámítódnak, tehát így tulajdonképpen 40 napnál hosszabb az időszak, mert hogy vasárnap ugye nincs böjt. A böjtnek igazából a lényege az, hogy megpróbáljunk a testünk felől inkább a lelkünk felé fordulni, tehát a böjt alapvetően valamilyen lemondást és a lélek és az Isten felé való fordulást jelképezi, ez a központi gondolata. A böjti fegyelem az valójában mindig változott az egyház 2000 éves múltjában, mindig egy kicsit alakítottak ezen a kornak megfelelően. Van ennek egy nem túl szigorú szabályozása, ami úgymond kötelező, tehát hogy a nagyböjt péntekjein nem szabad húst enni, illetve hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt kell tartani, azaz csak háromszor szabad étkezni és nem szabad húst enni. Az a tapasztalat, hogy ezen kívül is van az embereknek igénye valamilyen lemondásról, mert hogy minél több dologról tudunk lemondani ebben az időben, annál jobban tudunk a húsvétra készülni. Tehát itt igazából mindenkinek a saját fantáziájára is rá van bízva az, hogy mi az, amiről szeretne lemondani a böjti időszakban, tehát hogy van, aki nem iszik alkoholt a nagyböjtben, vagy nem eszik édességet a nagyböjtben. Nem csak a lemondást jelenti a böjt, hanem a több imádságot és a több jó cselekedet végzését is, tehát ebben is valaki gyakorolhatja magát a nagyböjti időszakban, és így tud jobban fölkészülni a húsvétra. Ez mindenképpen a szentmisében, a liturgiában is egyfajta csendesebb időszak, kicsit a mise liturgiája is változik, nem énekelünk dicsőséget, illetve alleluját. Legtöbb templomban a díszes főoltárképet egy egyszerűbb kereszt szimbólummal letakarjuk, ahogyan ez Bonyhádon is látható. A misének, illetve a liturgiának a színe a lila, ami egy kicsit így a komorságával, az egyszerűségével erre a készületi időre hívja föl a figyelmünket. Ilyenkor az élő vágott virágok sem kapnak helyet a katolikus templomokban. Aranyszájú Szent János tanítása pedig a következőképpen hangzik erről az időszakról. Böjtölj a lábaddal, és ne járj a bűn útján, keresd a keskeny utat, amin Jézus vezet. Böjtölj a szemeddel, és ne nézz bűnös dolgokat, hanem gyönyörködj Jézusban. Böjtölj a száddal, és ne kritizálj, ne panaszkodj, inkább dicsérd az Istent. Böjtölj a kezeddel, és ne cselekedj bűnt, hanem tegyél jót, amikor csak tudsz. Böjtölj a füleddel, és ne figyelj a pletykára és a hazugságra, hanem hallgass Isten hangjára. Kedves testvérek, református hagyományban a böjt kezdetét a böjt első vasárnapja jelenti, amikor a református gyülekezetekben az úrasztalát megterítjük, a gyülekezet úrvacsorai közösségben ünnepli a böjt kezdetét. Majd pedig következnek a böjti vasárnapok, amelyek elvezetnek minket a húsvét előtti nagy héthez. Ennek kezdetét jelzi a virág vasárnap, amikor Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük. Majd pedig a nagy hét fontosabb eseményei, nagy csütörtök, Jézus
utolsó vacsorája tanítványaival, nagypéntek, ami egy kiemelt ünnep a református hagyományban, amikor mindig ünnepi istentiszteletet tartunk délelőtt 10 órakor. A református hagyományban a húsvét vasárnap a nagy ünnep, amikor az úrasztalát megterítjük, ünnepi istentiszteleten gyűlünk egybe. És a böjt lényegét összefoglalva egy bibliai idézettel szeretném zárni, ami Ézsaiás könyve 58. részében található, így szól Isten igéje: nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul felrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármod. Oszd meg kenyeredet az éhezővel. Vidd be házadba a szegény hajléktalant. Ha mezítelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Így szól az Úr igéje. A böjti időszakban fontos, hogy a keresztények három dolgot komolyan vegyenek: a napi imádságot, a böjtölést, azaz a valamiről való lemondást, és az irgalmasság gyakorlását, vagyis a folyamatos adást, adakozást. János evangéliumában mondja Jézus a főpapi imádságában: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. A gonosz jelenléte az tulajdonképpen az, ami a böjti időszakban részben kihangsúlyozódik, hiszen pontosan ilyenkor nézhetünk szembe kísértéseinkkel, azokkal az élethelyzetekkel, amelyekben az ember el tud bukni. De ugyanez az időszak alkalmas arra is, hogy arra a mennyei atyára tekintsünk, aki az ő fiát, Jézus Krisztust megváltóul küldte számunkra. Ő az, aki az embert ezekben a kísértésekben megerősíteni tudja, és végig tudja vezetni azon az úton, amelyben változhatunk. Valahogy olyan az, amikor az ember elmegy a szüleihez, és kizökken abból a mindennapból, amiben általában van, és ott valami egészen más fogadja. A böjt pontosan erre akar bennünket vezetni, arra a megtisztulásra, amelyben a mennyei atya jelenlétében változhatunk. Így készülünk a nagy hétre, Jézus halálának emlékére és a húsvéti örömünnepre.